néptánc találkozó előrendezvényén. Thank you.
beszéljek röviden, hogy mit fogunk ma muzsikálni. Hát elsősorban azt szeretném elmondani, hogy az Üsztűrő Zenekar elsősorban belső erdélyi népzenével foglalkozik. Ma főleg, és ez volt a tervünk, hogy az első, mert két éves az együttesünk, zenekarunk, de ez az első ilyenfajta előadásunk, Kolozsvár környéki népzenét fogunk játszani. Amit most hallottak, ez buzai, Svitka magyar volt, Sűri magyar, Csárdás és Szökős. Mi megpróbálunk most, megpróbáljuk a közönséget meghívni egy ilyen képzeletbeli utazásra Kolozsvár környékére. Sajnos ez a népzene, amit mi játszunk, és ami által megpróbáljuk a közönséget egy órának keresztül szórakoztatni, az eredeti környezetében már nem jön. Tehát úgy is mondhatni, hogy a múlt zenéjét játszódjuk, azok a cigány prímások, falusi muzsikusok, akiktől mi ezt tanuljuk, azokat mi csak szalag, hangszalagokról ismerjük, nagy részük, 90%-uk már meghalt. A következő, hát végül is nem lehet, ez is egy gond volt, amikor gondolkoztunk azon, hogy lehet-e koncertnek nevezni egy ilyesmit, ahol népzenét adnak elő, sajnos jobb név nincs erre. Tehát a következő műsorszám, mondjuk így, az Ördöngös Vizes lesz. Az, hogy Buza hol van, amit most játszottunk, ez Mezőségen van, Mezőség észak-keleti csücskébe. A következő falu, az Ördöngös Vizes, az Buzától egy 20 kilométerre felén, nyugatra. Itt most fogunk játszani ritka fogásolást, sűrű fogásolást, lassú cigánytáncot, lassú csárdást és gyors csárdást. Thank you.
kérdés, hogy melegföldváltozó és balaszatot fekszik, egy román település, sűrűleges játszunk. Utána a Balaton következik, Balaton híres zenészt, de jó banda volt, még most is én voltam a banda, biztos mindenki ismeri, aki táncszázba járt, a Kodubáikról van szó. Mi nem az ő zenéket játsszuk most, hanem egy régebbi, azok már meghaltak sajnos, bandának a zenét.
annyira, ezt is biztos sokan ismerik, itt szintén a Vászor elvesztette a juhait, de most a Mérei változatot tudjuk. Thank you.
táncház, akkor egy kicsit szívükről lesz, akkor amit tanítani fogunk. 150-es táncot csártásuk lesz a táncház elején a tanítás, akkor mondjuk úgy ráadásként muzsikának adjuk egy feleső legényes csártást. Hát 150-es, itt van az első falu, Florest Románul, az első falu, hogy kimegyünk a várat fel, a nagyvárat fel, az ember nem is hisz, hogy ott még van zenész és táncos, van, még élnek is. Következik, ami a kiürítjük a termet, aztán kezdik a táncház.